Köszöntünk mindenkit a Dréher Darts Podcast következő adásában, amelynek a vendége a Takács család, Morva Takács Vivien és Takács Gábor. A közöttük lévő kapcsolatról majd később beszélünk. Kezdjük inkább azzal a kedvelemes kérdéssel, hogy Taki, te hányszoros bajnok vagy? Üdvözlök minden nézőt. Szerint számításaim 19 vagy 20-szoros magyar bajnok vagyok. Tudnál nekem részletezni? Mert addig, ameddig el nem készül végre valahára az a dárcos évkönyv, amit most elkezdtünk nagyon keményen dolgozni, és a Magyar Dárc Szövetség idei 30. éves jubileumára talán el fog tudni készülni karácsonyra, és abba szánjuk feldolgozni az összes eddigi bajnokot, összegyűjteni, kemény munka lesz. Hogy ez miből tevődik össze? Hát, ha emlékeim nem csak a kétszeres Steel egyéni magyar bajnok vagyok, Steel párosban kétszeres magyar bajnok, soft párosban hát 5 vagy 6-szoros magyar bajnok. Ez eddig 10 vagy 9. Négyszeres soft egyéni magyar bajnok, 1-szeres online magyar bajnok, és a többi az pedig csapatbajnoki címek. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert téged, mint a magyar darts egyik lexikonaként tartanak számon, és tekintve semmilyen forrás nincsen jelenleg arra, hogy kinek milyen érmei, bajnoki címei vannak a múltból, gondoltam, hát ha te leszel az ember, aki ezt így csípőben megmondja, és végülis tényleg sikerült megmondani. És te vagy az az ember, akinek a mai napig én úgy látom, hogy komoly rangja van a magyar bajnoki címeknek, bármelyik szakáról legyen szó. Ezt jól látom? Én nem igazából teszek különbséget soft és steel között. Mind a kettőt nagyon szeretem. Minden bajnoki címnek ugyanúgy tudok örülni a mai napig is. Vannak célok. Idén az volt a cél, hogy megpróbáljam megszerezni a soft magyar bajnoki címet 5-5-ször egymás után. Ez még nem kiabálom, hogy sikerült vagy nem sikerült. Reméljük, ez egy hét múlva kiderül, hogy sikerült-e. Kövesdi Andi azt mondta, hogy ezt már csak te vesztheted el a legutóbbi Darts magazinban, amit a Sport TV-n láthatnak a nézők rendszeresen, meg aztán a Magyar Darts Szövetség YouTube csatornán is, ahol ez a podcast is fölkerül. Viszont a Steel bajnoki cím az jelenleg legalább három esélyes, és nagyon izgalmas végjátékre van kilátás. Te hogy látod most ott az esélyeket? 3 esélyes, igen. Székely Penge, Pál, Kovács Patrik, és köztem fog eldőlni. Nagyon fontos lesz szerintem a sorsolás az utolsó 2 fordulóban. Lesznek olyan erős ellenfelek, akik nem lesznek kiemeltek, és mondjuk egy első fordulós erős ellenfél, idézőben bemelegítő mérkőzésnek nem túl biztató lehet esetleg. Ez mind a háromnak pozitívan, illetve negatívan is hozhat eredményt. Hát igen, ez így közrejátszhat benne, meg az is, hogy az elődöntőben valamelyik páros ebből össze fog akadni, ebből a 3 emberből 2 ember, mert a legjobb 4 között játszhat akár egymással. Az a páros, az a Kovács Patrik, Takács Gábor páros lesz. Visszatérve a kérdésre, nem kifogás vagy nem keresgélés, ugye én a Covid betegsége miatt kihagytam egy fordulót, és lehet, hogy ez egy forduló esetleg azt eredményezheti, hogy pontban nem fog tudni odaérni. De egy kimarad a végelszámolás, ha jól tudom, tehát a legjobb 9 eredmény fogja kiadni a játékosok összpontszámát. Azt hiszem, legjobb 8, mert 9 forduló van. Igen, csak nem mindegy, hogy idézőben innentől kezdve már nem hibázhatok. Tehát, hogyha mondjuk egy 5. helyet, vagy ne adj úristen, vettem egy 9. helyet sikerülnem, az már biztosan benn fog maradni. Tehát nekem a levonásom az a 0 pont lesz. Illetve nem mindegy például a kiemelésnél, és az ember hol van kiemelve. Tehát mondjuk első helyen, második helyen, esetleg 3. vagy 4. helyen. Hát igen, pont az előbb emlegetett elődöntő, vagy lehetséges elődöntő miatt. Viszont van ennek egy pozitív hozadéka is, így lehettél online magyar bajnok a magyar darts történetében először, és még az is lehet, hogy utoljára. Reméljük, hogy hát ha utoljára, és nem lesz több ilyen világjárvány. Neked milyen érzés volt ilyen
történelmi tettet véghez vinni tavasszal? Hát ez történelmi tett, vagy nem tett, azt nem tudom. Ugye rólam általában köztudott, hogy én nem szeretek otthon dárcozni. Ezt most idézőben csúnya szóval azt mondom, hogy muszáj volt. Ugye én otthon voltam, nem mehettem versenyre, adódott a lehetőség, játszottam három fordulóból, sikerült az első helyet megszereznem. Ez nem volt kimondott cél. Idézőben szívesen kihagytam volna, szívesen mentem volna inkább a országos bajnokságra. Mondtad, hogy az a hír járja rólad, hogy nem szeretsz otthon dárcozni. Ez szerinted miként alakulhatott ki ez a közhiedelem? Hát, nekem, megmondom őszintén, évekig, hát körülbelül másfél éve van otthon felszerelve táblám. Mikor Székely Pál fölkért egy online mérkőzés előtte, akkor felszereltünk egy táblát. Én otthon nem szeretek dobálni, én idézőben társaságban szeretek edzeni, illetve társaságban szeretek dobálni. És most a pályafutásod ezen szakában hogy állsz az edzésekkel? Mert az is elhíresült, hogy te nem vagy az a túl sokat edző típus. Most mi újság ezzel? Hát folytatom a hagyományokat idézőjelbe. Kicsit megszakítva, úgyhogy hetente azért kétszer lejárok a klubba dobálni, amit nem igazából edzés, csak dobálgatás. Tehát csak 500 egyet játszunk, néha a szektorokat gyakorlok, de kimondott edzést erről nincsen. Nem is volt. Akkor biztos, hogy nem dárcozom minden nap, ugye? Nem, nem tudok a dárca foglalkozni. Dolgozom, valamiből meg kell élni. Megpróbálok minél több versenyre eljutni, mostanában kevesebb sikerül, sajnálatos módon. Szerinted mi történne, hogyha mondjuk lenne egy olyan éved, hogy minden nap egy órát dobálnál? Az milyen hatással lehetne a játékodra? Nagyon nehéz kérdés. Nekem volt egy olyan évem, hogy 135 versenyen voltam. Meglátott a játékomon. A szektor stabilitás, illetve a dupláknál nagyon sokat számított, illetve azok a versenyszituációkat, amit nap mint nap megéltem, azért sokat számított, illetve sokszor szerintem ez is döntött egy-két szituációban az én javamra. Tehát akkor te is azt mondod, hogy ártani biztos nem ártana, és akár még segíthetne is. Ártani biztos nem ártana, az egyértelmű, nem biztos, hogy meg tudnám csinálni a munkám mellett, de érdekes lenne, az biztos. A munka téged mennyire terhel, tehát mennyire rugalmas a te munkaidőd, vagy éppen főnököd? Én katás vállalkozó vagyok, tehát a saját magam főnöke vagyok, úgy osztom be a munkámat, ahogy szeretném. Ez a hétfőket szerda az nagyon erős, a csütörtök egy kicsit gyengébb, és a pénteki nap az megint erős. Tehát meg tudnám oldani, de fizikailag nem biztos, hogy bírnám sokáig. Ha már fizikai megterhelés, te korábban úgy tudom sportoltál mást is. Erről beszélni, hogy te milyen sportákból jöttél a dárcba, hiszen majdnem mindenki valamilyen sportból jött a dárcba. Én amatőr szinten fociztam. Addig a pillanatig komolyan, tehát versenyszerűen, ameddig el nem tört egymás utáni három évben háromszor a bokám, és utána muszáj voltam ezt abba hagyni, mert mondták, hogy ennek nem lesz jó vége. Három bokatörés után már elgondolkoztam én is, hogy akkor ezt úgymond a versenyszerű sportolást, amit ilyen 5-6 osztályban végeztem, ezt be kéne fejezni. Viszont úgy hallottam, hogy most egy másik sportággal is kacérkodsz. Igen, a pandémia ideje alatt elkezdtem snookerezni, kiváltottam a snooker versenyeket, hogy le tudjak járni, gyakorolni, illetve snooker versenyeken is indultam már. Lesz annak folytatása? Mert van egy olyan helyünk itt Budapesten, nem olyan messze ettől a stúdiótól, ahol a két sportág összekapcsolódik, úgyhogy nem olyan nehéz a kettőt egymás mellett csinálni. Szeretném folytatni, igen. Csak az a baj, hogy folyamatosan pont úgy vannak a snooker versenyek, a liga versenyek, hétvégente, amikor nálunk versenyek vannak, nehéz a kettőt így összeegyeztetni, hogy ide is, illetve oda is el tudjak menni versenyre. Az egy teljes, az is nagyon koncentrációt igényes sportág. Nagyon szeretem csinálni. Ahogy belecsöppen az ember, kezdi meg szeretni. Ugyanolyan könnyűnek látszik a tévében, mint a dárc, tehát hogy oda megyek, hogy a dárcot bedobom, kihúzom, visszajövök, azt snooker is csak hopp, előköm a golyót, bemegy. Nem, az is ugyanolyan bonyolult, sokat kell gyakorolni.
meglátjuk. Remélem, arra is marad még idő a darts mellett. Hát igen, az idő, ez egy kritikus kérdés. Pont azt akartam kérdezni, hogy ezt a rengeteg tevékenységet, ezt hogyan tudod összeegyeztetni a családdal? A családdal most már kicsit könnyebb, hogy a gyerekeim fölnőttek, ugye 21, illetve 26 évesek lesznek, tehát relatív őket már este nem kell altatni, nem kell fürdetni. Régebben nehezebb volt ezt összeegyeztetni, most már egy kicsit könnyebb, úgyhogy. Hát pláne így, hogy az egyik családtagod majdnem mindig ott van a háttérben a versenyeken. Igen, tehát így könnyebb a kapcsolatot tartani vele. Néha segítség, néha a hátrány, mert az embernek vissza is kell fognia magát, hogy ne mondjon önök, hogy nem csináljon önökot, amit a gyerek esetleg kellemetlenül érezhetné magát. A gyerek, aki itt ül melletted, Vivian, aki az idősebbik kislányod. Úgyhogy most megkérdezzük Vivian-t, hogy ő hogyan csöppent bele ebbe a magyar darts életbe, és hogy ehhez mennyi köze volt az édesapának. Ez egy nagyon hosszú választ igénylő kérdés. Kifejtős kérdés. Igen. Először a darccal az Újpesti Városnapokon találkoztam, amikor is az iskolánkban dolgozó karbantartó szervezett dartsversenyt, és gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. És mi is elindultunk ott a hugommal, talán ez volt életem első és utolsó győzelmet darts sportákban, és maradjunk annyiban, hogy a darts tudásomat azt nem örököltem. Tehát az nyilván gyakorlás kérdése, tehát a eredményt akkor lehet elérni, de azt hiszem, hogy nagyon sokaknál erre van egy természetes tehetség is, na azon nincsen. Ellenben ez a dolgozó az iskolából, ő megjegyezte apának, hogy neki viszont milyen jól megy. Szokott-e dartozni, akkoriban még nem dartozott, és így ez az első konkrét emlékem a sportról. Utána mentünk időnként apával versenyre, voltunk nagyon sok badacsonytomai versenyen, azokra azért elég élénken emlékszem. És utána egy időre én kikerültem így a dárcos körforgásból. Még nem a 2018-as hazai rendezésű Európa-bajnokságon kerültem vissza a körforgásba, amikor is önkéntesként vettem részt az eseményen, és azt a hangulatot azt soha nem fogom elfelejteni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. És utána éppen munkát kerestem, amikor is így felvetődött házon belül olyan értelemben, hogy az akkori alelnök, Szilas, ugye egy klubba tartozik apával, hogy mai napig. Ez így van, hogy keresnek irodai dolgozót, és be is hívtak akkor engem egy elnökségülésre meghallgatni, hogy ki vagyok, mit gondolok erről, tudnánk együtt dolgozni, és így kerültem a Darts Szövetségbe. És ez akkor köztudott volt, hogy te vagy te, tehát hogy te vagy a Taki lánya? Ez egy nagyon érdekes jelenség, az én vagyok a Taki lánya. Tehát a jelenlévőknek egyértelmű volt, ők tudták, sokukat már régebbről ismertem. De ez egy ilyen folyamatosan visszatérő kérdés, hogy te tényleg a Taki lánya vagy? Ezt rendszeresen a mai napig megkapom, pedig most már 2,5 éve vagyok a Darts Szövetségnél, és még mindig van, akit meglepetésként ér. Nem tudom, hogy miért, mert azért elég sokszor mutatkozunk együtt. Mint két tojás tényleg. Igen, hát azt elég ritkán szoktam hallani, hogy apára hasonlítok, sokkal többször kapom meg azt, hogy édesanyámra. De azért hasonlítunk mi egymásra. És milyen érzés a magyar dartsban a Taki lányának lenni? Ez egy ilyen nagyon vegyes érzés. Egyrészt nagyon büszke vagyok rá és a sikereire, és mindig nagyon-nagyon szurkolni szoktam neki. Ezt a nézők, akik a közvetítést nézik, nem valószínű, hogy tudják, de én a közvetítés háttérmunkáiban szoktam segíteni, úgyhogy konkrétan a színpad mellől, a kamerák mögül szurkolok, és általában idegesebb vagyok, mint ő egy-egy színpadi meccs során. Másrészt pedig
Nyilván megvan a nehézsége is ennek, tehát többször kaptam már meg, hogy nem vagyok pártatlan, mert hogy rokoni kapcsolatok fűznek hozzá. Valószínűleg ez valamilyen szinten igaz, de én szeretem azt gondolni, hogy, tudom úgy végezni a munkámat, és tudok úgy esetlegesen eljárni, hogy pártatlan legyek, és eddig még nem kaptam olyan visszajelzést, hogy nem így jártam volna el. Volt már olyan, amit esetleg előtte titokba kellett tartanod, és nehéz volt neki nem elmondani? Volt már olyan, hogy nem mondhattam el valamit, hogy mennyire volt nehéz, vagy nem. Én tudomásul veszem, hogyha valami nem mehet ki, akár neki, akár másnak, és azt megőrzöm. Tehát ilyenkor nincs is késztetésem, hogy beszéljek róla, mert elraktározom magamban, hogy erről nem beszélünk, és akkor ez így van. Taki, és neked mennyire nehéz megállni mondjuk a versenyeken, hogy ne szólj bele a lányod dolgába? Könnyű megállni, hogy ne szóljak bele. Én a saját versenyzésemben vagyok elfoglalva. Nem igazából szoktam az ő munkájába beleszólni, belenézni. Ha van egy kis szabadidő, vagy ha mondjuk esetleg olyan mérkőzés megy a színpadon, ami esetleg mondjuk érdekel engem is, én meg befejeztem a játékot, akkor esetleg oda megyek hozzá. Ez a titoktartása kapcsolatban én tiszteletbe tartom a munkáját. Nem igazából szoktam kérdezni olyan dolgokat, ami tudom, hogy nem mondhat el, mert hogyha elmondhatná idézőjelben, vagy nyilvános lenne, akkor megjelentek volna a fórumon. De nagyon érdekes dolgok vannak, mert nem egyszer fordult már elő az, hogy engem fölhívtak telefonon, hogy figyelj, Taki, kéne egy kis segítség, mert tudom, hogy te bennfentes vagy, meg a lányod az irodában dolgozik, el tudnád nekünk intézni esetleg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor elő a telefon, rácsörgök Vivierre, vagy ráírok, hogy figyelj, ebbe kértek tőlem segítséget. Csak furcsa, hogy nem rögtön az irodát hívják. Tehát nekem ez furcsa, hogy rajtam keresztül próbálják elintézni egy-két dolgot az emberek. Ez nem lehet, hogy amiatt is van, hogy azt gondolják rólad, hogy neked erős az érdekérvényesítő képességed, mert a versenyeken ezt látják tőled? Lehet, hogy ezt látják tőlem, de az irodai munkához semmi közöm nincs. Tehát nincs azon kívül, hogy a lányom, semmi közöm nincs az irodához, se hozzád, se a Franciskához, se az elnök úrhoz. Tehát ugyanúgy föl tudnák hívni az irodát, ugyanúgy meg tudnák kérdezni az, hogy ez meg ez meg ez van, mi kell ilyenkor csinálni. Nekem furcsa ez, de most már lassan kezdem megszokni. És teked milyen ebben a pozícióban látni a saját lányodat ilyen közel a darchoz? Örömmel telít el engem, mert valamilyen szempontból itt volt azért köze, hogy volt a közöm, hogy ezt a pozíciót megkaphassa. Ugye én kérdeztem rá a Szilasnál, Pálvízi Szilasnál, hogy akkor esetleg meghallgatnák-e a Vivient, és esetleg, ha úgy adódik, akkor föl tudják-e venni. Visszatérve a Vivien kérdésére, amit felé intéztél, hogy szurkol, nem szurkol, erre egy nagyon emlékezetes eset a 2018-as EB, mikor a svédekkel játszottunk a színpadon, és nagyon kellett az eredmény, nagyon kellett a tripla, és a második nyilammal egy tripla ússzal dobtam, és ő félkiáltott, ez az apa, és meg a harmadik nyíl ott volt a kezemben, mindenki lett mosolyogni, meg röhögni rajta, hátra is néztem, és még a közvetítő, ha jól emlékszem, Fiót Tibi is ez volt, hogy hát a kiránya egész hangosan szurkolt, úgyhogy jó érzés volt tehát. Büszke vagy Vivienre ebben a szerepkörében? Én büszke vagyok mind a két lányomra, megtalálták a helyüket az életben. Nem csak azért vagyok büszke, mert ezt a pozíciót betölti. Nem tudok a munkával kapcsolatban nyilatkozni, jól végzi, vagy nem jól végzi, mert nem látok ebbenne. Nem látok bele teljesen. A visszajelzések az egy része, nagyobb része az, hogy ő jól végzi a munkáját. Mindig vannak elégedetlenek, és akik azt mondják, hogy az egész iroda ki kéne rúgni, mert semmit nem csinálnak, idézőjelben. Meghallgattam mindenkinek a véleményét. Én büszke vagyok mind a két lányomra. A másik lányom mivel foglalkozik? A másik lányom, ő egy, hát most, hogy is mondjam, egy, hogy nem mondjam ki a cég nevét, egy édességeket forgalmazó üzletben dolgozik, mint eladó,
mint mondjuk azt, hogy elad, középvezető, igen, középvezetőként dolgozik, most már kinevezték középvezetőnek. És milyen gyakran tudtok találni? Másképp teszem fel a kérdést, hogyha nem lenne ez a dálcos kapcsolat, akkor te milyen gyakran látnád a Vivient? És fordítva. Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, ezt nem tudnám megmondani, hogy milyen gyakran találkoznánk, hogyha ő nem a dálcba forogna, mert ugye, és mondjam azt, hogy hála jöjjnek, vagy nem hála jöjjnek, elég sok versenyünk van hétvégén, elég sok versenyt elfoglalnak a hétvégék. Ha ő nem lenne ott, akkor sokkal kevesebbet tudnánk találkozni valószínűleg. De mindig megpróbáljuk úgy szervezni a kisebbik lányommal is, hogy egy család összejöhet erre hétvégén, amikor ő nem dolgozik, vagy nekünk nincsen verseny, akkor egy hétvégén mindig legalább egy ebédre, vagy a család összejöhet erre össze tudjon jönni a család. És egy ilyen családi ebéd idején merül föl témaként a dárc, vagy az teljesen tabu téma? Természetesen 5 perc után mindig fölmerül valamilyen szempontból, valaki megemlíti, vagy valami által, vagy valamihez kapcsolódóan, tehát vagy éppen dárc megy a tévében, vagy azáltal, hogy akkor jövő héten mit csinálunk, és akkor én dárcversenyen vagyok, ő ezt csinál, azt, tehát mindig fölvetődik a dárc, ezt nem tudjuk kikerülni, hogy ne vetődjön föl. És a feleséged mit szól ehhez, hogy két ilyen emberül az elvileg 4 fős asztalnál, aki állandóan a dárcról beszélget? Nekem szerencsém van a feleségem, mert ő kezdetek óta támogat engem. Tehát ha kellett, és nekem ugye a reklámújsággal foglalkoztam, meg most is foglalkozok vele, ha kellett, és nekem hétvégén versenyem volt, akkor ő elment édesapámmal, helyettesített mondjuk szombaton, mikor terjeszteni kellett a régi időkbe, régebben. Sokat segített ebbe, kiállt mellettem, támogatott, ha tudott, akkor eljött versenyekre, vidékre, volt, hogy eljött külföldre is versenyekre, elkísért engem. A mai napig támogat. Igen, én amikor előkerül, és most már egy 10 percet, 15 percet téma a dárc, a család ebédnél, akkor mindig megszólják, hogy oké, de most család van, most próbáljunk ne a dárcról beszélgetni, és akkor visszaterjük a családra a figyelmet. Vivi, és ő mit szólt hozzád, hogy te is belekerültél ebbe a dárcba, miután már édesapád évek óta benne volt, és nagyon örül neki, hogy most két ember is van, akinek a versenynaptárához igazodni kell. De egyébként igazából én soha nem tapasztaltam, hogy ő vagy apa beleszólt volna abba, hogy én mivel töltöm a szabadidőmet, úgymond. Tehát meg abba, hogy milyen munkát vállalok. Tehát, hogyha volt véleményük, elmondták, de igazából befolyásolni soha nem akartak, hanem mindig támogattak, bármerre is vitt az út, és ez most is így van. Időnként megkérdezi, hogy nem volt most már sok egy kicsit, most már sok hétvégéje verseny van, nem vagy nagyon fáradt, ne főzzek neked valamit? Tehát, hogy ahol csak tud, támogat mindenben. És ilyenkor mit szoktál válaszolni, hogy mennyire sok? Hát ez teljesen attól függ, hogy mennyire sok. Mennyire sok? Hát a május vége és a június az elég sűrű volt, tehát ott egymást érték a versenyek, ugye két érdi dárcét végén is túl voltunk, utána volt egy Balaton Open, egy Youth Challenge, majd pedig az edzőtábor, tehát ez több egymás követő hétvége volt, amikor folyamatosan volt verseny. A dárcban, mint mérhető sportágban fontosak a rekordok, 180-ak átlagok, de most akkor nézzünk egy másik számadatot, hogy szerinted neked mi a rekordod az egymás után eldolgozott szabadnap nélküli munkanapok tekintetében? Hú, az fogalmam sincs, de nagyon sok. Nem számoltam ki, és szerintem nem ismerem kiszámolni. De körülbelül olyan... Igen, tehát 28-30 nap körül, tehát majdnem egy hónap szerintem volt olyan időszak, amikor szabad nap nélkül. Gondolom olyankor, amikor voltak a versenyek sűrűjében voltunk, és például februárban, amikor ugye a Diamonds Cup-ot rendeztük, a Softot és a Steelt is egymás után, tehát az 4 egymást követő kétnapos hétvége volt. Hát legalább gyakran találkoztatok. Az biztos. Te milyen játékosnak látod édesapádat a többiekhez képest, hiszen látod a többieket is sokat játszani versenyeken. Nyugodtan lehetsz elfogult.
Én azt gondolom, hogy amikor nagyon összeszedi magát, és nagyon oda koncentrál, akkor egy nagyon erős játékos. Egyébként is az, tehát én őszintén csodálom, hogy ő mennyire tudatosan tud játszani, mennyire, tehát mekkora rutin van benne, hogy minden kombinációt, hogy mire mit dobunk, hogyan számolunk, hogyan kerekítsek párosban, hogy mit dobjak, hogy az jó legyen a páromnak, tehát hogy annyira tudatosan és annyira figyelmesen játszik, és nekem, aki nagyon-nagyon amatőr szinten dártozom, csak ez egy akkora csoda, mert én nem tudok így, és remélem egyszer megtanulom majd, de tehát, hogy szerintem ő az egyik legerősebb játékos fejben a matek tekintetében, és tudásilag is egy nagyon jelentős játékos, nem is kell elfogultság hozzá, tehát elég, hogyha megnézzük a statisztikákat, meg a ranglistákat, és az elért eredményeket, bajnoki címeket. De azt is tudom, hogy amikor nem tud úgy oda koncentrálni, nem tud úgy odaállni a táblához, hogy csak arra figyeljen, és csak azzal foglalkozzon, akkor viszont nem megy neki. Szerintem mitől függ ez nála? Nagyon sok mindentől. Mint ahogy mindenkinél. Tehát azért a legtöbb sportra, és így a dartsra is igaz, hogy ez egy nagyon mentális sport. Tehát ha nem úgy állsz oda a táblához, hogy arra fókuszálsz, arra összpontosítasz, akkor bármekkora rutinod is van, soha nem fog úgy menni, mint hogyha tényleg oda koncentrálsz és arra figyelsz. Toki, most szándékosan nem teszem fel Viviennek azt a kérdést, hogy mik az erősségeid és mik a hiányosságaid, mert szerintem az kellemetlen lenne, hogyha ezt a lányodnak kéne megfogalmaznia, nem akarom őt ilyen kellemetlen helyzetbe hozni. Úgyhogy téged kérdezlek meg arról, hogy mik a dartsban szerinted az erősségeid és a hiányosságaid, ha vannak. Az erősségeimet nagyrészt elmondta a Vivian, ugye én büszke vagyok a számolni tudásomra, a kerekítésekre, azokra a kombinációkra, amik a fejemben megvannak, azokra a kombinációkra, amit Magyarországon sajnálatos módon nagyon kevesen tudnak. Most lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de Magyarország 5 legjobban számoló dátusok közé sorolom magamat. Csak kíváncsiságból ki a másik 4? Nem szeretnék neveket mondani, mert megsérteni embereket, de ha már nagyon kíváncsi vagy, akkor egy jó Rucska Józsi, egy Végső János, Székely Levente, akik Kovács Patrik, tehát vannak egy jó páran ott az élmezőnyből is, de sajnálatos módon nagyon megfigyelte az, hogy azok a játékosok, akik még nem érzik magukat annyira top játékosoknak, nem igazából foglalkoznak a számolással. És mindig azt, majd, hogyha elérek olyan szintre, majd, hogyha elérek annyi pontszámig, elkezdek számolni. Nem egy jó dolog ez. Tehát plusz köröket, plusz 3 nyilat adok az ellenfélnek, hogyha nem jól kerekítek. A magyar élvonalban is vannak olyan játékosok, akik nagyon rosszul számolnak. A PTC-be is, ugye Szóza, ugye? Úgyhogy, de viszont irtózatosan dobja a tömeget, tehát amit ő dob, ez kicsit nekem most milyen fog hangzani, de ilyen Taylori szintre, amikor Taylor is csak a tömeget dobta, és mondtam, hogy ráérek számolni, mert annyira le vannak maradva a többiek. Most a Szóza próbálkozik, hogy tömeget jól dob. Kíváncsi leszek, hogyha ő elkezd normálisan és jól számolni, akkor mire fogja vinni. Beszéljünk majd a PDC-ről is, mert szerintem az mindig érdekes, hogyha egy magyar dartsos a PDC-ről beszél, de előbb én azt a kérdést tenném föl, hogy az, hogy valaki jól számoljon, az minek a függvénye? Jól kellett matekozni az iskolába, és akkor ez így önmagától, vagy mitől függ ez? Mindenféleképpen az, hogy jól tudja a fejbe számolni, érdekeljen az egész. Amikor én elkezdtem dartsozni, akkor a rutinosabb, úgymond öregebb játékosoknak a tanácsait megfogadtam. Mikor mire kell dobni, figyeltem akár a BDO játékosokat, akik voltam BDF versenyen, vagy esetleg a PDC játékosokat, és próbáltam mindig a kombinációkat megtanulni. És most már szerencsére olyan, annyira megtanultam, hogy ez most már ösztönből jön. És akkor jó, hogyha ez egy játékosnak ösztönből jön, nem kell állni számolni. Tehát tudom azt, hogyha az első nyilam tripla,
hova fogom dobni a másodikat, hova fogom dobni a harmadikat. Az első sima, a második tripla, tehát szinte az összes kombinációt arról a számról, és nem mindig csak ezeket a megszokott dolgokat. Tehát ez a 144-nél ez a tripla busz, tripla busz, dupla 12, amire lehet egy tripla 18, dupla 18-at is dobni, tehát sok kombinációt tudsz, és minél több kombinációt tudsz egy számra, annál összetettebb játékos is tudsz lenni, mert nem mindig van az, hogy jön a 20-as szektor, tehát nagyon sokszor le kell váltani esetleg 19-es szektorra, és akkor a 19-esen, mert az jön folyamatosan, akkor azokat a kombinációkat is tudni kell, hogyha ott kezdek, és ott megy a tripla, vagy ott sima jön, akkor hova fogom folytatni. Azt szerintem érdekes lehet a nézők számára, meg a bármelyik dárcos számára, hogy te hol kezdesz el számolni egy legben? 501-nél. Tehát már onnan megvan a fejedben az, hogy mire mit. Igen. Tehát 501-nél ugye dobol az első három milat, és mondjuk, hogyha mondok egy számot, 442 marad, akkor pontosan jól tudom, hogy ha 20-asra kezdek, és az első mondjuk sima 20, akkor a másodikat már 18-asra fogom dobni, vagy eleve 19-esen kezdek, hogyha 95-tel 347 pont maradjon. Tehát az, hogy minél kevesebb nyílból tudjam befejezni, hogyha maximálisok a dobok. Tehát 347-re ugye be tudom fejezni 6 nyílból. Nem biztos, hogy megoldom, de a lehetőséget megadom magamnak. Vannak a befejezéseknél szokatlan kombinációid. Ezekről esetleg mesélnél? Hát a szokatlan kombináció, gondolom a dupla 11-re gondolsz, amikor 25-nél 3 dupla 11-et szoktam dobni általában. Ugye a dupla 11 azóta lett kedvenc számom, amióta ugye a Pilisi World Cup of Darts-on Bezeg Nándoraként voltunk a svédeknek, ugye 199-ről 177-tel kerekítettem 22-re, és Nándor nem dobta meg, ugye ott meg is kaptam tőle a idézőjelben magamért, hogy lett ilyen hülye számra kerekíteni, hát mondom, ez jött, hát most erre most nem tudom mit mondani, tehát úgyhogy... Mert hogy 79-nél miért nem tripla 13-ra dobtam, és hogyha triplet, akkor 40 maradt, hát mondom, ezt, ott a színpadon ez jött, tudtam, hogy le kell váltani. Nekem volt régen egy fogadásom erre a 25-re, mert nem sokszor ezt dobáltam, és utána azt mondták, hogy jó, dob, de ezt nem érdekes. Mondanám azt is, hogy alul 4 darab páratlan szektor van, tehát hogyha véletlenül a 3-as mellé megy, azért ott még van 3 másik segítség is. Ez mindig szituáció függő. Hol van az ellenfél, mennyire megy az alsó szektor, mennyire megy a felső szektor, mennyire érzem magam biztosnak abban, hogy ott meg fogom dobni, vagy esetleg inkább azt mondom, hogy ha nagyon, nagyon szoros az állás, akkor inkább dobok egy ötöst, vagy dobok inkább egy egyest, mert ugye, hogyha hármas után a dupla 11-t belülre dobom, akkor már nem tudok rádobni a duplára. Tehát ez szituációtól is függ. És az mitől függ, hogy ha már ezt szóba hoztad, hogy az alsó vagy a felső szektorok mennek jobban, olyan, hogy a kettő együtt jól megy? Van olyan is, hogy a kettő együtt jól megy, jól kell tudni váltani is. Az ember általában hogy a 20-as szektoron elkezdi, és hogyha valahol nem érzem magasságot, tehát nagyon sokszor lehet a kötetítésben is hallani, meg esetleg Barta Zsolti, vagy Molnár Laci mondja, hogy valahogy a magasság nincs meg, és akkor egy-két kört, vagy akár csak egy-két nyilat eldob az ember alulra, és utána földob vissza, hát akkor a magasságot be tudja lőni. Ez teljesen változó. Tehát valamikor a 20-asnál tényleg agyon dobod a drótot, és véletlenül is akar beesni, akkor jön a tripla 19-es, vagy a 19-es szektor, vagy esetleg a 18-as szektor, a menekülő szektorok. Van-e kedvenc kiszállód? Kedvenc kiszállom mindig az, amit megdobok. Nincs. Tehát ez egy olyan dolog, hogy kedvenc, nem kedvenc. Én azt szoktam mondani, hogy általában azok a kiszállókra sokkal jobban koncentrál az ember, ami nem annyira megszokott. Tehát mondjuk, ha véletlenül dupla 13-ra maradsz, akkor sokkal jobban koncentrálsz rá, mert ugye már dupla 10-et old, már idézőben ott van az ember fejébe, vagy ott lehet az ember fejébe az, hogy ezt már ezerszer megdobtam. Ugye? Ezt már a kezem tudja, már a fejem tudja mindig, és nem biztos, hogy bele fog menni.
Nincs. Ez egy olyan dolog, hogy minden kiszállót tudni kell, ugye 21 darab úgymond dupla szektor van, a táblán mindegyiket tudni kell, mindegyiket használni kell, tehát azokat a játékosokat én idézőben nem tudom megérteni, hogy azt mondják, hogy én nem szeretek nem szeretem a 41-t, én csak a dupla 16-ot szeretem, és mindig afelé megyek be. És ha nem úgy adódik, akkor mi van? Visszaadjuk a szót Vivinek, mégpedig azért, mert szóba került ez a World Cup of Darts-os történelmi tette, ahol a Bezzeg Nándor, Takács Gábor magyar páros Magyarország első győzelmét aratta ezen a PDC versenyen. Vivi, te ezt láttad élőben? Igen, néztük online a meccset a férjemmel. Apósoméknál voltunk éppen vendégségben, de mondtam, hogy ez egy nagyon fontos meccs, ezt nézni kell. És meg is néztük. Akkor már, ha úgy ott voltunk, mind akkor közösen, és... Mit szóltak hozzá? Ó, hát mindenki teljesen oda volt, meg vissza, főleg, hogy tudtuk, hogy ez egy történelmi mérkőzés volt, és nagyon-nagyon jó volt nézni azt a meccset. Nagyon izgultunk, én legalábbis biztos, hogy nagyon izgultam, de nagyon jó volt nézni azt a meccset. És csak úgy odaültetek, hogy nézzük meg, vagy pedig gondoltál esetleg előtte arra, hogy ez benne lehet az, hogy győznek? Határozottan. Tehát én mindig úgy állok neki a meccsnek, hogy én úgy fogok, tehát hogy én szurkolni fogok, és minden meccsnek, tehát hogy nincsen esélytelen meccs. Mert bármennyire jó az ellenfél, te lehetsz jobb. Hát meg neked az édesapád és a lánygyermeknek az édesapja, az aztán tényleg akár a hőse is lehet pláne egy ilyen szituációban. Mi volt szerinted a legnagyobb bravúrja, vagy a legnagyobb győzelme, amit te láttál, megéltél? Hű. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezt még így soha nem gondoltam végig. A World Cup of Darts mérkőzés az határozottan benne van, de nagyon sok döntőjét, nagyon sok mérkőzését néztem meg, főleg azóta, amióta ugye itt dolgozom a szövetségnél, és rendszeresen ott vagyok a versenyekem. Melyik győzelmének örültél te a legjobban, vagy leghangosabban, ha lehetett éppen? Nem szoktam, ez így nem igaz, leszoktam arról, hogy a kelleténél hangosabban szurkoljak. Tanultam belőle. Volt egy nagyon-nagyon jó döntőjük a Rucska Józsival a Fashion Trend Centerben, még 19-ben. Az egy nagyon jó mérkőzés volt. És amúgy szoktad élvezni az ő meccseit, vagy annyira izgulsz, hogy Ó, ez nagyon változó. Vannak meccsei, amin nem azt mondom, hogy kevésbé izgulok, mert szerintem olyan nincsen, de kevésbé idegeskedem rajta, és van, ahol azt érzem, hogy az összes hajamat kitépem, mire vége lesz a meccsnek. Te játszottál-e vele? Szerintem mérkőzés szinten nem. Tehát volt, hogy együtt dobáltunk, de mérkőzést nem játszottunk egymással. Na, az nem biztos, hogy jó lenne bármelyikünknek is. Miért is? Hát nem tudom, melyikünk izgulna jobban rajta. Hát ez bármikor összeért mostanság, hiszen előfordul, te is elindulsz liga versenyeken. Ó, igen. A két héttel ezelőtti Phoenix DS által rendezett liga fordulón nem egy csoportban voltunk, de egymás melletti táblán játszottunk, és azt mondta, hogy jobban izgult az én meccsem, mint a sajátján, úgyhogy valószínűleg ebből adódóan annyira nem jó nekünk, hogyha egymás ellen játszunk. Hát de mi lesz, hogyha egyszer ezt dobja a gép, szó szerint? Hát annyira sok versenyen ezért nem indulok, hogy fenyegessen ez a veszély. Na, majd meglátjuk. Taki, visszaadom neked a szót. Beszéltük korábban a PDC-t, illetve hogy azt én szóba szeretném még hozni. Van kedvenc játékosod? Kedvenc játékosaim, inkább azt mondom, Anderson az egyik kedvenc játékosom, Michael Smith és Barneveld. Van valami oka is, szakmai oka, vagy csak a személyes szimpátia? Személyes szimpátia...
Barneveltbe ezt a lazaságot, Smithbe is ezt a lazaságot, hogy csak idézőjelben odállok, és mint a csak Smith nem, mint a csak eldobálná a nyilait, tehát ez olyan érdekes, hogy mint a célzás nélkül dobálná. Nem tudom, a személyes találkozás is benne van esetleg Barneveltben, Andersonban. Mármint a személyesen találkoztatok? Személyesen találkoztunk, igen. Hát például a World Cup of Darts-on ugye a svédek után egy jó magyar skót mérkőzésen, ugye nem én játszottam Andersonnal, én Peter Wright-tal játszottam. Hát az egy kicsivel magasabb szint, ez egy másik kávéház, amit ők játszanak, úgyhogy. És szerinted mi ennek az oka? Hogy magasabb szinten játszanak? Hát, hogy ennyivel magasabb szinten játszanak, igen. Hát, az a sok gyakorlás, azok az alapdolgok, amik ők esetleg gyerekkorukban vagy fiatalokorukban megtapasztaltak, eljutottak, azért teljesen más mentalitása van, akár Hollandiában, akár az angol szigeten ennek a dárcnak, mint Magyarországon. Magyarországon most kezd felfejlődni. Reméljük, hogy 10-15 év múlva, vagy reméljük még hamarabb el tudunk egy olyan esetleg szponzorációhoz jutni, hogy sok magyar fiatal játékos egyre több versenyen tud külföldön indulni, egyre több tapasztalatot tudjon szerezni, beépíteni a játékukba, és esetleg egy pár éven belül akár a BDO világbajnokságon, vagy a PDC nagyobb versenyén magyar játékosokat lássunk. Te mennyire vágysz vissza a PDC színpadára? Ezt mindenki oda vágyik. Én azt a mérkőzést, vagy azt a két mérkőzést nagyon élveztem. Tehát ugye mi csütörtökön érkeztünk meg, láttuk a csütörtöki etapot, mi péntek este játszottunk, második mérkőzést. Én élveztem azt a tömeget. Tehát ott kint volt 4-5-6 ezer ember, szurkoltak, igaz, hogy iszonyú meleg volt a színpadon, az ember próbálja kizárni. Két opció szokott előfordulni, vagy az ember leblokkol, vagy feldobja, engem feldobott. Én szeretek sok ember előtt játszani, én nagyon élveztem azt a két mérkőzést. Hát lehet, hogy pont ez volt a titka annak, hogy pont ti tudtatok ott először meccset nyerni, hogy ti nem leblokkoltatok, hanem most két olyan ember került, illetve akkor két olyan ember került magyar színekben a színpadra, aki ezt a színpadi játékot jól bírta, és ezt az ezzel járó nyomást, ezt pozitív teherként tudta kezelni. Igen, nem tudom, hogy hozzájárult az, vagy nem járult hozzá, hogy én Bezzeg Nandival nagyon sokat beszélgettem. Én kérdeztem tőle, mi várható, mi nem várható, mire figyeljünk oda, tehát én próbáltam tájékozódni, mert többször volt. Ő nekem mondott egy nagyon jó dolgot, hogy ne akarjak utána menni. Tehát ha ő mondjuk dob egy 140-et, akkor ne akarjak 140-et dobni. Ha dobok három sima 20-as szektort, akkor a kettőnk átlag a 100. A saját játékomat játszam, ne próbáljak görcsölni, próbáljak koncentrálni mindig, és tényleg ne az legyen, hogy hú, ő nagyot dobott, akkor most nekem is nagyot kell dobni. Próbáljunk a szektorbiztonságra menni. Én azt mondom, hogy volt egy kis szerencsénk is azon a mérkőzésen, de ez hozzátartozik. Az ellenfél nem dobálta be a duplákat, mi bedobáltuk. De ti jól is dobtatok azon a meccsen, 80 fölött voltatok párosba, 80 fölötti átlag, az szerintem egy abszolút megsüvegelendő. Nagyon jól kezdtük ezt a mérkőzést. Ha jól emlékszem, akkor a 14. nyíra dobott rá Nandi a dupla 20-ra, ugyanamit nem dobott meg, és én dobtam meg, ha jól emlékszem, a 16. nyíra. Utána volt egy kis hullámvölgy, 2-2-re visszajöttünk, és akkor onnantól kezdve megtaláltuk a játékunkat, megtaláltuk az ütemet, a szektorokat, a triplákat, és szerencsére nagyon keveset hibáztunk duplán, és ez döntő volt. Szerinted annak van jelentősége egy ilyen páros meccs kapcsán, hogy a két játékos mennyire illik össze, vagy mennyire jó partner, és hogyha igen, akkor ez mi múlik? Nagyon fontos, hogy tudsz-e páros játszani, tudsz egy csapatban játszani. Ugye a dárc az elméletileg az egyéni sportág. Ugye nagyon sok jó játékos van, aki nem tud mondjuk párosba játszani. Teljesen más az ütem, rá kell hangolni az ütemre. Ugye itt nem minden második, hanem minden negyedik dobás a tied. Itt aztán döntő az, hogy mondjuk a két lassú ellenfél vagy szembe, akkor még lassabban fogsz te oda kerülni.
Én próbáltam tájékozódni Nánditól. Én most lehet, hogy nagy képviség, vagy nem szeretek párosba játszani, mondhatom azt, hogy tudok is, azért talán sokat elmond arról, hogy van páros bajnoki címe egy jó pár, és hogy most hirtelen összeszámolom fejbe, aztán 4 különböző emberrel nyertem páros magyar bajnokságot. Ez mitől függ ez a páros bajnokság beli indulás, hogy ki kivel indul? Nincs az, hogy te választasz? Az első páros magyar bajnoki címet Rasztler Józseffel nyertem. Mi nagyon jobban voltunk egymással a győriekkel, és egyszer csak szóba került, nem igazából volt nekem se akkor párom, neki se, és csak egyszer megbeszéltük, indulunk-e párosba. És a mérkőzés az Győrben volt vasárnap, előtte OB, az utolsó előtti OB forduló volt 2014-ben, és ugye sorsolás szeszélye folytán mondtam a Rasztler Józsefnek, hogy azt kéne csinálni, hogy most te a másik oldalt lepucolod nekem, kivered az ellenfeleket, majd a legjobb 8 között egymással játszunk, szépen elengedsz engem idézőjelbe, és akkor majd másnap megnyerjük a páros magyar bajnoki címet. Na most a 8 közötti meccsünket színpadon játszottunk, az, hogy szépen elengedt engem, tehát dobálta a 133-akat, nagyon megizzadtam ellenem, meg is nyertem azt a fordulót, és ott, mikor Kaufmann Kisztán legyőzte Bezzeg Nándot, akkor átvettem a egyéni bajnokságba is a vezetés. Másnap jött a páros magyar bajnokság, egy nagyon erős csoportba kerültünk, és valahogy nem ment nekem a dupla csoporton belül. Tehát mindent drótra dobáltam ide-oda-amoda, és mondta, hogy semmi gond, majd a főtáblán. Most a főtáblán első mérkőzésünk, ha jól emlékszem, akkor Kovács Patrik Mester Zoltán páros ellen volt. Úgy nyertünk talán 6-2-re, hogy 7 nyilat dobtunk kiszállóra. Nekem a kiszállom 5-5 volt. Tehát akkor meg minden beleesett. Úgyhogy ez így adódott, meg is nyertük a magyar bajnokságot. Abban az évben stílpáros magyar bajnok lettem, szoftpáros magyar bajnok lettem, illetve megnyertem a 2 budapesti párost is a Budapest bajnokságban. És mindezt, ha jól tudom, és felből jól tudom, 4 különböző emberrel. Ez feltűnően jó megy neked ez a páros. Mi lenne, hogyha inkább nem egymás ellen, hanem egymás mellett játszanátok egyet? Egy versenyen. Nem tudom, hogy ez kinek lenne jó, Viviennek vagy nekem. Nem szeretném megbántani, nincs még azon a szinten, hogy engem tudjon segíteni, vagy én tudjam őt segíteni. Nem tudom, melyik izgulna jobban, de szerintem ő, mert meg szeretném mutatni, hogy tud dárcozni. Engem nem érdekelne idézőben annyira. Furcsa lenne az biztos párosba indulni. Veled kezdtük a beszélgetést, úgy diktálja a korrektség, hogy Viviennel zárjuk le. Úgyhogy egy jó sztorit szeretnék megkérdezni a legvégére, mégpedig azt, hogy meséld el nekünk, légy szíves, hogy mi ennek a meznek a története. Ennek a meznek az a története, hogy egy családi ebédem voltunk. Eddig tök jó, nagyon jó kezdődni. Az unoköcsémnek elmaradt a ballagása a Covid helyzet miatt, és helyette összehoztuk a családot egy családi ebédre, és ott az ebéd közben apa felvetette, hogy úgy szeretne egy saját egyedi tervezésű mezt. És hogy ugye van kedvünk nekünk valamit összehozni neki, és hát akkor elkezdtünk beszélgetni róla, hogy mi lenne jó, mit szeretnénk rá, és mindenféle vad ötleteink voltak. Tehát, vad malac? Nem, de kapucnis felső malac fülekkel például szerepelt a gyors tervek között. Aztán persze ezeket elengedtük, és utána egy kicsit pihent az a történet, nem foglalkoztunk vele olyan nagyon aktívan. Aztán nyárvégetájban újra elővettük azzal a szándékkal, hogy születésnapjára készen lesz, és a születésnapjára első nemzeti fordulón tudja debütálni a mezét. Ez a szombathelyi forduló volt. Nem készült el a mez a szombathelyi fordulóra. És ennek technikai akadályai voltak,
Majd akkor megint pihent egy kicsit ez a történet, nem foglalkoztunk vele, és akkor kezdődött el a folyamat, hogy az egyesületnek megváltozik a neve, illetve a logója is. Úgyhogy akkor azért is félretettük, hogy akkor már az új névvel és logóval ellátott MESZ kerüljön legyártásra. És akkor az volt a terv, hogy ne majd karácsonyra megkapja. De karácsony előtt sem készült el, és végül egy ilyen nagyon hosszú, majdnem fél éves folyamat végén, januárban készült el ez a MESZ. Úgyhogy ez tényleg egy kalandos történet, és nem került rá végül sem malacfül, sem malacfarok az eredeti tervektől eltérően. De malacka az igen, ahogy elnézem. Az van rajta elől is, és hátul is. Ez nagyon fontos szempont volt, ugye? Nagyon, abszolút. Alapvető. Igen. A malackáknak is érdekes története van. Egy dartskészletből apa berakta a nyílba, és a húgomnak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy megtartsa, és azóta is ezzel játszik. Ennek most már nagyon-nagyon-nagyon sok éve, és nem egyszerű beszerezni őket, úgyhogy meg kell becsülni minden darabot. Legesleg utolsó kérdés, hogy tetszett neki a MESZ? Igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük a meghívást.